Sziasztok anime fanok és japán fanok, én Kedvet Sensei vagyok, és ebben a videóban elkészítem nektek a 2023-as téli szezon értékelőjét, mint ahogy azt minden ilyen szezon ajánlóban ígérni szoktam nektek. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mely animéket gyűjtöttem össze, miket néztem meg, és most elmondom nektek róla a véleményemet. Rangsorolni nem igazán tudok, mert minden animében voltak nehézségek, voltak előnyök, de attól függetlenül ezeket el fogom nektek mesélni, és én arra gondoltam, hogy ti döntsétek el, hogy hova rangsorolnátok ezeket az animéket, illetve hogy ha esetleg nem láttátok őket, melyiket nézzétek meg ezek közül szívesen. Úgyhogy csapjunk is a lecsóba, gyertek! Az előző szezonból fennmaradt még az Árnyék Eminenciája című anime, és ugye én ezt végignéztem, azóta kijött a magyar fordítás is. Ugye maga a koncepció elég érdekesen kezdődött, hiszen a benne szereplő srác egy mindennapi életet él tulajdonképpen a saját kis világában, de ez az élet annyira nem is mindennapi, hiszen ő neki minden álma az, hogy különleges képességekre tegyen szert. És ahogy olvastam utána a Mondo magazinban is, megírták róla, hogy igen, ez egy újítás az Isekai terén, hogy az egész első rész a hősnek a saját világában játszódik, és már elhiteti veled, hogy ott is fog játszódni, és ez valójában nem is egy Isekai anime, de ez nem így van. Miután hősünk végrehajt egy hőstettet, ugye elüti egy teherautó, mi meglepő, szokásos Isekai klisé, és átkerül egy másik világba, ahol azonban nem a szokványos hős szerepet tölti be, hanem ő igazából a háttérben meghúzódó, a sötétség szolgálja, maga a sötétség megtestesítője, az Árnyék Eminenciája szeretne lenni. És így alakít egy csapatot lányokból egy általa kitalált bűnszervezet ellen, és ő arra teszi fel az életét, hogy ezt a fiktív bűnszervezetet üldözze. Szóval az elején, meg úgy az egész anime nagy részében elég zavaros a koncepció, de ez főleg amiatt van, mert a főhőst két személyiségként ismerhetjük meg. Egyszerre Sid háttérkarakter akar lenni, ami miatt gyakran elég nevetséges és szánalmas helyzetekbe kerül, viszont titokban mégis ő az, aki az egész Isekai világ történéseit irányítja. Ő a szálakat mozgató. Ami miatt nagyon nem tetszett nekem ez az anime, és túlságosan erősnek éreztem a körülötte lengő hype fellegeket, az, hogy nagyon egyveleg és átláthatatlan volt. Túlságosan keveredtek benne a műfajok. Volt itt Isekai Fantasy, Sci-fi, Meha, sőt még Slice of Life beütések is, tehát úgy nehezen lehetett benne eligazodni. Ami viszont nagyon tetszett benne, hogy a benne megjelenő csaták nagyon látványosak és epikek voltak. Illetve maga az egész animének a grafikája, atmoszférája is lenyűgöző volt, úgyhogy ebből a szempontból megnéztem, de nem vált a kedvencemmé. A következő az Oyukimi no Kaina című anime volt, amit megnéztem, és ez nem is szerepelt a szezon ajánlomban, mert csak később bukkantam rá. Ugye elég nagy hátrányból indult az anime, mert tényleg annyira full CGI az egész, mint a Shinigami Boccia no Kura Maid volt, annak is egyébként majd jön a folytatása, ha jól tudom. És valahogy emiatt úgy azt láttam, hogy egyik fordító csapat sem akarta vinni, és úgy gondoltam, hogy én lefordítom ezt az alkotást, és utólag megmondom őszintén, nagyon örülök neki. Mert bár nem ez volt a életem legmeghatározóbb anime élménye, mégis nagyon érdekes volt maga a történetvezetés. Noha csak 11 részen keresztül ismerkedhettünk meg főhőseink kalandjaival. Ez az anime egyébként nagyon jól dolgozott a két világszint elméletével, ugyanis egyrészt megismerhetjük a főszereplő Kaina világát, ami az égben található, ez az úgynevezett Baldahin, illetve Ririha világát, aki egyébként egy földi hercegnő, a hótengernek a leszármazottja tulajdonképpen. Mind a ketten egyfajta posztapokaliptikus világban élnek, erre nagyon gyakran utal egyébként az animében az, hogy találnak ilyen régi történeti emlékeket, meg hogy valaha voltak emberek, akik például képesek voltak olvasni, most már ez kiment a divatból, vagy van egy nagyon bizarr jelenség, ez a fény, ami olyan, mint egy égen lebegő zöld medúza, úgyhogy igazából nagyon érdekes és misztikus ez az anime, úgyhogy emiatt mindenféleképpen megéri megnézni. Aki pedig szereti a posztapokaliptikus világokról szóló alkotásokat, az talán azt sem bánja, hogy a CGI teljesen rátelepszik az egész látványvilágra.
Szintén egy régebben neki kezdett alkotás, az Isekai Oji-san, ami elvileg a koronavírus miatt nagyon sokat csúszottán, majdnem egy évig néztük a 13 részt, és a 13. részre is szerintem hónapokat vártunk, de végre eljött a teljes változat. Ugye itt egy 45 éves nagybácsiról hallunk, aki ugye egy élete bizonyos szakaszában, mivel nagyon sokat gémelt meg minden, hát kómába került, és a kóma világa tulajdonképpen számára az Isekai volt, viszont ő nem marad ebben az Isekai világban, hanem fogja magát, és egyszer csak feléled a kómából. És tulajdonképpen megmaradnak az emlékei, amiket abban a világban szerzett. És ezeket az emlékeket fogja elmesélni Takafuminak, az unoköccsének és annak a barátnőjének tulajdonképpen, és mindig megnyit egy ilyen vizuális lebegő platformot vagy panelt, nem tudom minek mondjam, melynek során ők megnézhetik, hogy milyen hőstetteket vitt végbe a nagybácsi az Isekai világban. Természetesen ezek a hőstettek azért eléggé perverzek néha, meg olyan furák, ami egyébként nagyon szép és viccessé teszi az animét. Szóval egy Isekai paródiával van dolgunk, úgyhogy nem gondolom, hogy azért egy világ megváltásról van szó, ez alatt az anime címe alatt sem. Ami negatív volt számra benne pont emiatt, hogy a nagybácsi ugye egyszerre van jelen most a mi világunk és a más világ, hogy elmesélgeti a történeteit, és ez olyan töredezetté tette számomra az anime menetét, illetve hogy én vártam volna azt, hogy az unokaöcsi meg a barátnője között jobban alakul a kapcsolat, de ugye ez az anime nem erre hegyezte ki a cerkáját. Most ezt eléggé hülyén fogalmaztam meg, de ja. Szóval nincs jelen fejlődés. Viszont nagyon vicces, humoros, fárasztó kis alkotásról van szó, úgyhogy ha szeretne valaki kellően lezsibbadni, akkor nézze meg az Isekai Oji-san. Annál is inkább, mivel köztudottan a Netflix készített hozzá egy magyar szinkronos verziót, úgyhogy hát kíváncsi lennék, hogy milyen lehet, bár még eddig nem mertem belenézni, nehogy elrontsa az eddigi anime élményemet. Aztán befejeztem a Fumetsu no Anata-e második évadját is, ami hát hozta az elvárásokat, nagyon tetszett, és tulajdonképpen ez a következő 20 rész, az első 20 rész után, ez ugye most bevezet bennünket Fushi és a Nokkák harcába, és sokkal jobban megérteti velünk az ő indítékaikat, az ő szándékaikat, tehát már nem annyira rejtett, nem annyira misztikus az anime koncepciója, viszont annál inkább izgalmas, mindettől függetlenül felcsigázza az érdeklődést még egy bizonyos karakter Bon megjelenése is, aki majd nagyon fontos szerepet fog játszani az animében. Talán nem nagy spoiler és nem nagy titok, hogy Fushi ereje mint isteni erő kiteljesedik az animében. És ez szüli a második évad legnagyobb alapellentétét, amely a test, illetve a lélek kultusza között feszül. Ami a legnagyobb hátránya ennek az animének talán az, hogy gyakran, amikor nem izgalmas dolgok történnek, hagyja, hogy úgy elkalandozzon az ember figyelme, tehát maga a történetvezetés túlságosan lelassul olykor. Viszont Fushi képességeinek ilyen mértékű kibontakozása szerintem nagyon élhetővé teszi az animét, úgyhogy várjuk a harmadik évadot. Hát aztán az epic animék mellett érdemes néha kiégni is, éppen ezért néztem meg az Életem Inukai-san kutyájaként című alkotást. Most nem tudom, hogy idézőjelbe tegyem-e azt a szót, alkotás. Az egy dolog, hogy én írtam meg hozzá az opening és az ending dalszövegét, de na. Tehát ott ugye az alapkoncepció az volt, hogy van egy középiskolás srác, aki az egyik iskolatársa, kutyává változtatott. És ennek a kutyusnak, most kapaszkodjatok meg, háreme lesz. De szó szerint három csaj fogja körülugrálni. Az egyiküknek a háziállata lesz, a másikuk nagyon tart tőle, a harmadikuk pedig szempájként bálványozza. Szóval minden van itt ebben az animében, amit csak az ember el tud képzelni. Ugye ami érdekesség, hogy mind a három lánynak a neve egyes állatból származtatható, ugye a vezeték neve. Ott van Inukai-san, Nekotani-san, meg Usagi. Tehát ugye ezek egyértelműen állati nevek. Úgyhogy ez valahogy azt sejtette velem, hogy az ember képes néha az állati szintig ledegradálódni. Mert ugye ebben az animében eléggé durván megtörténik. Az. Ja. Most nem azt mondom, hogy hentai kategória, de azért már néhol nekem is súrolt a határt, megmondom őszintén. Hát de na, most ez az anime egyértelműen a kutyafétisről szólt. Nézzetek bele, meglátjátok. Viszont maga az alap elképzelés egyébként nagyon tetszett, hogy mit tennék, tehát ez tényleg csak egy ilyen álmon dolog, mit tennék, hogyha egy nap felkelnék, és már nem két kezem lenne, hanem mondjuk két mancsom, meg kicsit kisebb lennék, nem ilyen nagy szolos, tehát érted? Tehát, hogy hirtelen megváltozna az én életmódom, hogyan reagálnék le egy ilyen helyzetet? Úgyhogy valóságban nem biztos, hogy kipróbálnám, de így elfantáziálni vele azért
azért ez így elég durva. Aztán visszaugrunk a folytatásokhoz, mert ezután néztem meg az Ichiri Naiden Nagatoro-san Second Attack-ot, ugye a második évadját a Nagatoro-nak, amit már megmondom őszintén, hogy nagyon vártam. Amikor elkezdtük, gondoltam magamban, folytatódik végre senpai csicskáztatása, meg prankelgetése, ez nagyon jó lesz. És tényleg nagyon jó volt. Sok kínos, szadó és eléggé furcsán romantikus helyzetekkel találkoztam ebben az animében, ami, megmondom őszintén, nézette velem, és nagyon bántam, hogy csak hetente nézhettem meg, de hát nem tudtam kivárni. Sok minden változott azért a kettőjük közötti kapcsolatban, már Hayachira meg Senpaira gondolok. Mindazonáltal azért elég nehéz a jellemfejlődés közöttük, és szerintem ezt sokan sérelmezték. Főleg azután, hogy a hasonszörű anime, a Takagi-san azért kiteljesedett. Meg hát ott van még a Kubo-san, ami sajnos félbe maradt, de erről majd később, és ott is azért sokkal intenzívebbek az érzések. Hát itt inkább egy ilyen tsundere, yandere, ilyen keverékről van szó igazából, de hát ezt teszi Nagatoro személyiségét szerintem kellően izgalmassá és vonzóvá a fanok körében. És pont ez volt az előnye. Az ő személyisége és senpainak az esetlensége olyan egyedi szituációkat szült az animében, hogy oké, voltak olyan helyzetek, amik más animében is megtörténnek, de élvezetes volt, hogy ezekkel a karakterekkel együtt élhettem végig a sztorikat. A következő a Sugar Apple Fairy Tale című anime volt, amit megmondom őszintén, azért néztem meg elsősorban, mert én nagyon szeretem a cukoralmát. Pedig maga az anime koncepciója annyira nem jött be elsőleg, tehát inkább ez a bishonen kategória, meg ez a nagyon kifinomult viktoriánus kori körítést láttam meg körül az egész anime körül, de azért megnéztem. És megmondom őszintén, jól tettem. Néha érdemes olyan animéket is megnézni, mire nem gondolná először, hogy ez neked tetszeni fog, aztán benézed, és akkor nem azt mondom, hogy beszippant, de ad valamit. És ez a lényeg sokszor. Középpontban egy Anne Halford nevű lányka kerül, aki sajnos korán elvesztette az édesanyját, és mindenképpen szeretne megbékélni az ő halálával, szeretné őt örök nyugalomra helyezni, de ő ezt csak úgy teheti meg, hogyha részt vesz egy ilyen ezüst cukorszobor készítő versenyen, és megnyeri a királyi címet, mert akkor nyugodhat meg csak szerinte az anyukája lelke. Hát hogy most ez mennyire így van a történet szerint is, az azért eléggé kérdéses dolog, de annyi biztos, hogy ő ezáltal mégis, hogy mondjam, elégtételt vesz valahogy, tehát képes lenne elfogadni. Ugye maga a történet az első évad utána nem zárul le, tehát még lesz folytatása neki, de annyi biztos, hogy nagyon sok pozitívat ígér az anime, és tényleg ez ilyen érdekes elképzelés, hogy ilyen cukrokból olyan szobrokat elkészítenek, hogy az ember azt mondja, wow, csak nézd a képernyőt, ecsejemet. Ez valóságban is van, én nem tudom, van-e ilyen, nem néztem utána, de azért ez durva volt. Viszont maga az anime, mint ahogy mondtam is, hogy ez a viktoriánusos, visszafogott stílus jellemzi, nekem is túlságosan ilyen kimért volt. Szereplők közti viszonyok is, valahogy nem tudok úgy azonosulni ezzel a világgal, de attól függetlenül még ez nektek jobban tetszett. Viszont örültem neki, hogy annyira cukormázas azért mégsem volt, ahogy ígérte. Aztán itt van az animának a címe olyan hosszú, hogy én ezt most nem fogom nektek kiolvasni, de ha ilyeneket mondok, hogy angyal, meg kényeztetés, hát akkor már tudjátok, hogy melyik szezonos alkotásra gondolok szerintem. Mert szerintem ezt nagyon sokan láttátok, legalábbis, hogy több fansub oldalán megnéztem, tehát több ezres nézettség volt ezen az animén, úgyhogy kizárt dió, hogy nem hallottál róla. Egy elég furcsa párosítást kapunk, a suli legnépszerűbb lánya, Shina, és legzárkózottabb fiúja, Fujimiya. Ők így szépen találkoznak egymással. És nem csak, hogy találkoznak, egymás mellett laknak. Sőt, mi több, Shina folyamatosan átjár Fujimiya lakásába vacsorát készíteni neki, minek utána látja, hogy milyen nagy felfordulás a srác élete. Nem tud takarítani, nem tud rendet tartani otthon. És ahogy így egyre többet meglátogatja, valahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz, először mint ismerősök, aztán mint jó barátok, és hogy tovább ne fokozzam. De annyi biztos, hogy nem egy ilyen kamaszos szerelem, hogy na most ugorjunk bele egy kapcsolatba csak azért, mert középiskolás vagyok, és hát ki kell élni ezt is, szituációval van dolgunk. Ami egyébként nagyon nagy előnye volt az animének. És ez segítette elő azt, hogy a jellemek nem csak ilyen fekete-fehérek voltak, hanem valóban kibontakoztak. Megtudtunk róluk olyan dolgokat, amiket az anime elején nem is gondoltunk volna. Hogy valójában nem is az az igazi zárkózott ember, aki zárkózottnak mutatja magát. És aki túlságosan extrovertált, a közönség kedvence, az iskola bálványa, valójában ő az, aki a legjobban zár minden ember előtt. És külön tetszett benne, hogy úgy közelednek egymáshoz, hogy ők ezt észre sem veszik. Tehát egyre kedvesebbek, egyre becsesebbek lesznek egymás számára,
nem mondják ki az érzéseiket, de valahogy a tetteik sokkal többet beszélnek, mint a szavaik. Viszont néha túlságosan is butácskák voltak, ezt be kell látni. De ez is abban segített, hogy húzta az agyadat, és egyre inkább nézette az animét. De ami a legnagyobb előnye volt, mégis ez az árnyaltság, a lelki kontakt előtérbe kerül, ez egy sokkal mélyebb kapcsolat közöttük, mint amit egy alap romantikus animében látnál. Úgyhogy én nem is azt gondolom, hogy ez shonen vagy shoujo kategória, hanem tényleg ez a inkább már a fiatal felnőtteknek szóló alkotás. Aztán a következő, amit végignéztem, egy olyan anime volt, amit alapvetően jó, szeretem a sportanimeket, de a fociért egyébként nem vagyok oda. Nem csak, hogy nem focizok, alapvetően nem szeretem ezt a sportot, mégis belenéztem a Blue Lock című alkotásba. De miért is tettem mindezt? Az alapkoncepció nagyon hasonló a Squid Game-hez, többek között ezért. Ugye focizni szerető, ígéretes fiatalokat gyűjtenek össze egy Blue Lock nevezetű létesítménybe azért, hogy felfuttassák a japán focit világszintre, és a sok fiatal közül kiválogassák az egyetlent, aki majd a japán válogatottban játszhat csatárként. Mert hogy az anime elmondása szerint a csatár a foci csapat lelke. Nem tudom, hogy ez a valóságos fociban így van-e, de itt igen. Ennek köszönhetően maga az anime nagyon sok szereplővel dolgozik, sokféle jellemet ismerhetünk meg, amely a csaták, ugye a foci meccsek során szépen felszínre is kerül. Illetve nem csak átlagos foci meccseket láthatunk itt, hanem különböző szobákban, különböző formációkban küzdhetnek meg egymással. Van, hogy csak 3-3 ellen játszik, van, hogy önmagában kell NPC-k ellen játszani a karakternek. Változnak a csapatnak a formációi, az együttműködési készségük fejlődik, új helyzetekbe kerülnek, illetve megismerhetjük a Blue Lock mindennapjait is, akár az anime végén levő kis blogban, de úgy alapvetően magában az animében is. Ami nekem nagyon nem tetszett, de egyben nagyon edívés tette az animét, ez az ego kiemelése, ugyanis a csapat fő vezérelve az általában megszokott koncepciók ellenére nem a barátság volt, hanem maga az ego, az énnek az érvényesülése, és ehhez használják fel tulajdonképpen egymást a csapatban, és csupán azért működnek együtt, hogy a saját előnyüket kovácsolják ki az adott helyzetükből. Tehát szoros barátságról vagy összetartásról itt nem beszélhetünk, itt inkább arról van szó, hogy annak érdekében, hogy én legyek a legjobb, kihasználom a másik erősségeit, és elsajátítom azt, hogyha bennem valami hiányosság van. Viszont külön érdekessége volt az animének, hogy gyakran jelentek meg létező focistákról szóló képek, beszéltek róluk, sőt, még itt az anime végén tényleg nagy neves focistákkal is küzdhettek a karaktereink. És tele volt az anime szimbólumokkal, a kék láng szimbolikája. Az, hogy amikor a főszereplőnek a fejében összeállt, hogy hogyan kellene kimatekoznia a gólt, ez mindig ilyen puzzle formájában rakta ki a képet az anime, ez eszméletlen jó volt. Illetve külön tetszett az egyik karakternél ez a benne megjelenő ez a démon, ami folyamatosan őt fogva tartja, de erősíti, szóval ez egy nagyon komplex szimbólumrendszert alkalmazott ez az anime. Aztán, hogyha valakinek tetszett az Eromanga Sensei, akkor meleg szívvel ajánlom az Onii-chan wa Oshimai című alkotást is. Tudom, hogy sokan menekülnek ettől a névtől, mert hogy hát a koncepció egy picikét érdekes, de attól még én megnéztem ezt, és hát néhány szót mégiscsak szeretnék róla mondani, hogy mit éltem át, miközben megnéztem. Adott egy hikikomori srác, akivel úgy Isten igazából az animében sosem találkozunk, annyit tudunk, hogy egy szép reggel felébred maga kis otaku víbu birodalmában, de már nem fiú, hanem lánya változott, ugyanis a hugicája egy ilyen őrült tudós, egy kicsit ilyen Dexter laboratórium a feeling, csak itt nem a nővérke, hanem, meg nem az öcsike, hanem a lánytestvér az, aki kísérletezget, tehát ő változtatta át a bátyuskáját lányá, és hát ugye ennek a bátyuskának most szépen rá kell eszmélni, hogy hoppá, csajszti lettem, mi lesz most velem, meg kell változnia az életemnek, másképp kell alakítanom az én szociális szokásaimat, magánügyeimet, ami egyébként eléggé explicit módon közli le az anime. Hát annyi biztos, hogy több visszatekintés jó lett volna bátyusnak a fiú korára, mondjuk van is benne azért, de nem tudom, tehát én ezt így jobban igényeltem volna. Viszont nagy öröm volt az, hogy ezek után pozitív irányba változik az élete, elkezd az emberek felé nyitni, újra iskolába jár, noha ő már ugye életkorilag ezt a szakaszt kinőtte, de mindegy, tehát bepótol igazából mindent, ami kimaradt az életéből, kvázi kap egy új lehetőséget arra, hogy ne hikikomoriként savanyodjon meg a saját szobájában, hanem hogy legyen belőle igazából valaki, és ezért ő hát nagyon hálás lesz a hugocskájának. Szintén előre nem tervezett isekai anime következik,
Beria Saito-san isekai nékű. És nem csak az isekai szó miatt hasonlít az isekai Oji-sanra, hanem. Na, kezdjük ott. Ugye megjelentek mostanában olyan isekai animék is, ahol nem maga a hős kerül a középpontba. Elég csak erre a Yusha Party című animére gondolni, ahol pont a hős volt negatív karakterként feltüntetve, előző szezonban egyébként beszéltem róla, ez is nagyon jó anime volt, hanem itt Saito egy ezer mester kerül át a más világra, pontosabban megidézik, hogy hogyan és miért azt az animéből megtudhatjuk, és hát ő nem ért a harchoz, a kardforgatáshoz, a mágiához, ő neki csak van egy kis cuki szerszámos ládikája, amivel minden zárt ki tud nyitni, és ez hát eléggé jó jön a dungeonökben. És ezért egy csapathoz tartozik, akinek egyébként maga a tagja is elég furcsák, egy sok komplexussal küzdő női lovag, akiben egyébként majd szerelmes is lesz Saito, és hát ez a szerelem, hogy látjuk, egyre szépen, szebben virágzik ki. Egy kis tündérke, aki azért jó, hogy ott van, és a legtutibb, amiért én elkezdtem ezt az animét, egy idős mágus Morlock, aki egyébként nagyon OP, de rettenetesen szenilis. És ez a szenilitás vezet el oda, hogy nem emlékszik varázsgépnek a szövegeire, elfelejtette a múltját, ami egyébként nagyon izgalmas volt. Vagy olyan dolgok megtörténnek vele, amiről így elgondolkozol, hogy egy ilyen is előfordulhat egy isekai animében. És valahol itt van a kapaszkodási pont az isekai Oji-san, hogy ez a bizarság, ez a kiégetés. Meg úgy az elején úgy néz ki, hogy elkezded az animét, és azt gondolod, hogy ez csak egy újabb trash paródia lesz, aminek a grafikája azért ott van, de nincsen egy ilyen egységes történet. Aztán valahogy így a harmadik, negyedik résznél elkezdődik egy olyan történetív, ami hallod, de itt belendült valami. Itt megküzdünk valakivel, itt tényleg vérre megy a dolog, itt meghalunk, itt reinkarnálódunk még a más világban is. Nagyon érdekes volt. Én nagyon sok karaktert láttam már animékben, de még ilyen eszes, agyafúrt és ravasz csajszival nem találkoztam. És hogyha látta valaki az animét, akkor tudja, hogy én a Rookie című animéről beszélek. Megismerkedhetünk egy Mitsuha nevű lányjal, aki sajnálatos módon elvesztette az egész családját, de nem adja fel, van egy nagyon nagy célja. És ez a cél az lesz, hogy bebiztosítsa az ő saját jövőjét, méghozzá kellő pénzt összegyűjtsön ahhoz, hogy ő nyugdíjig szórakozással tölthesse az idejét, és ehhez szüksége lesz nagyon-nagyon sok pénzre. Hogyan fogja ezt előteremteni? Az anime elején rögtön azzal szembesülünk, hogy szegény Chai-si zuhan a kilátóból, mert hogy valószínűleg lelőtték, és egy más világon ébredt fel, tehát nem hal meg, ugyanis egy Maneki Neko ebben nagy segítségére lesz, átadja neki az ereje egy részét. Na de mi történik? Nem maradott a más világon, megkapja az arra való képességet ettől a Maneki Nekótól, milyen cukik ezek a Maneki Nekók, ugye, megkapja azt a képességet, hogy ő vissza tud teleportálni a saját világába. Hát, hogyan is húz ebből hasznot? Fogja magát, és amik otthon vannak tárgyak, azokat átviszi a más világra, és eladja őket, és ebből gazdálkodik, úgy, mint kuriózumok. Hát gondoltál-e erre, hogy valaha egy isekaiba került hős ilyet fog csinálni? Hát én nem, megmondom őszintén. És hát dől a lé ezerrel, persze az egyetlen bevételi forrása nem csak a vegyes kereskedés megnyitása volt, hanem például szervez rendezvényeket gazdag családoknak. Illetve még egy nagyon érdekes háború stratégiája is lesz neki, ami egy picikét kisebb hangsúlyt kapott az animében, de tekintve, hogy milyen érdekes volt a történet, meg maga a karaktere, ez egyáltalán nem jelentett számomra problémát. És ez a csaj tényleg olyan, hogy mindenből, még az élő fából is hasznot akar húzni. Borzasztó leleményes, de pont emiatt válik szegényként kétszínűvé. És ez a kétszínűség hát arra sarkalja, hogy hazudjon önmagáról, hazudjon a családjáról, másnak, viszont mégis jól jár. Szóval erkölcsileg nem a legjobb mondani valóval rendelkező anime, de attól függetlenül érdekes az agyafurcsága. Úgyhogy emiatt is, hogyha valaki újdonságra vágyik az isekai világában, akkor nézze meg ezt az alkotást, ne féljen tőle. A szezon üdvöskéje először nekem a Tomochanba Onanoko volt, viszont látva ezt a sok szuper animét, valahogy a top 1 helyről átkerült a top x-edikre, nem tudom pontosan, nem szeretek mondom kategorizálni. A lényeg az, hogy van egy gyerekkori barát párosunk, fiú és egy lány, és hát ők olyan jó barátok voltak, szomszédok is, meg minden, hogy igazából soha nem tekintettek egymásra úgy, hogy most az egyik fiú, másik lány, sőt, mi több, a fiú karakter, ő nem is vette észre, sőt, nem is veszi észre a női oldalát Tomo-channak, még akkor sem, amikor rögtön az anime elején látjuk, hogy Tomo-chan szerelmet van neki. Na hát akkor itt összedől benne egy világ,
nem tudja, mit tegyen, a srác is azért eléggé így, oké, most mi van, tehát nem érti a helyzetet. Úgyhogy folytatódik az ő kis kapcsolatuk egy eléggé érdekes barátsággal megspékelve, és pontosan emiatt vívnak folyamatos érzelmi harcokat, nem csak egymással, hanem saját magukkal is. Viszont ahogy haladunk előre az animében, az ő érzelmeik egyre inkább tisztázódnak, amihez egyébként maguk az iskolai történések járulnak hozzá, például nagy szerepe lesz annak, hogy egy bizonyos színdarabot majd elő fognak adni. Persze nem csak egy drámáról van szó, hanem eléggé vígjátékszagú az egész büdzsé, és ami még pozitívum az egészben, hogy le van zárva maga az anime. Oké, nem lesz folytatás, mondjuk én megmondom őszintén, nem is igényeltem volna, viszont a kapcsolatuk kiteljesedik, hurrá. És ami nagyon ritka az animék világában, hogy úgy fejeződik be, hogy igazából nincsen semmiféle veszteség. Oké, veszteségek érik a karaktereket magában az animében, de valahogy nem érzed ennek a súlyát, amikor véget ér maga a történet. És azért valljuk be, még hogyha egy animének a legtöbb esetben pozitív is a végkifejlete, akkor is érzel valami hiátust, hogy hát igen, oké, most sikerült neki, most tényleg elérte a boldog befejezést, de mégis volt valami, ami miatt azt érzed, hogy ő mégis teherrel megy tovább az életében. Egy újabb folytatást néztem meg ezután, a Shin Shinkanomi Shiranai Uchimi Kachigumi Jinsei című animét, ami, valljuk be, már az első évad is elég fárasztó volt, hát jött a második, még ennél is sokkal fárasztóbb volt. Az tény és való, hogy ez az anime olyan, hogy hát nehezen indul be eléggé a történet. Valahol ott a hatodik résznél érzed azt, hogy már valamit nézel, de előtte hát tényleg még csak egy ilyen tinglitanglizás az egész, ami egyébként megvallom őszintén nekem azért tetszett, mert a főhősünk tanár bácsinak áll be a mágikus akadémián, és hát olyan problémás osztályt kap, ami azért elég kellően szimbolizálja a mai oktatási rendszer helyzetét, mármint gyerekanyag szempontjából. Na persze, nem mindig van ez ilyen sarkosan. De mondom, a végére nagyon frappáns lesz az anime, persze sablonos is, de hát igazából ne várjatok tőle sokat. Megragadva érzelmileg, de már százszor láttuk ezt az animék világában, amit ez az anime felkínál. Kettő olyan alkotás következik, ami nagyon hasonlít a Spy Family-re, már is mondom, hogy miért. Az egyik a Spy Kyoshitsu, ami a Spy Family-nek inkább ezt a Spy, a kémes oldalát domborítja ki. Kicsit hasonló a helyzet, mint a Blue Lock esetében, hogy nagyon ígéretes képességekkel rendelkező lányokat gyűjtenek egy ilyen speciális osztályba, kém szakra, hogy így mondjam, és ők ugye nagyon szuper kémekkel, hogy legyenek. Viszont amikor megismerkednek a tanár bácsiukkal, hát rájönnek, hogy hát elég problémás lesz a dolog, mert hát valljuk be, szegényként nem tud tanítani. Mégis az lesz a céljuk, hogy túlszárnyalják a tanár képességeit, ugyanis ő a legprofibb kém, akit valaha ismerhettek. És miután túlszárnyolták Tanci bácsit, végre kell hajtaniuk egy lehetetlen küldetést, ami hát a nevében is benne van, hogy azért ez elég nehéz dolog lesz, bár mondjuk rá, hogy hát igazából egyik se sikerül úgy, ahogy kéne, de egyébként nagyon izgalmas az anime olyan szempontból, hogy gondolnád, hogy zajlanak az események, de hirtelen mindig előkerül egy olyan momentum, egy olyan elem, ami miatt azt látod, hogy fú, hát én erre nem is gondoltam volna. Hú, ez így történt. Hú, ez tényleg ez volt a háttérben. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes volt, viszont eléggé el volt húzva, sokszor unalmas volt a történet vezetése, és pontosan az események voltak azok, amik emiatt a titokzatosság miatt elég nehezen nyomon követhetőek voltak, úgyhogy ha valaki a Spy Family után egy olyan hasonlóan érdekes koncepciót vár el, az ne várjon el olyat, mert akkor nem biztos, hogy tetszeni fog neki ez az alkotás, és fennáll a valószínűsége, hogy félbe fogja hagyni. Aztán két animét ígértem, ami a Spy Family-hez kapcsolódik. A másik inkább a Family rész domborítja ki, ugyanis a Buddy Daddies az apaság, illetve gyereknevelés problémájáról szól. Az anime alapkérdése számra az volt, hogy vajon két férfi képes lehet-e felnevelni egy gyereket, és hogy tovább csűrjük, csavarjuk a kakaós csigát, képes lehet-e felnevelni, ha mind a ketten bérgyilkosok. Egy nagyon cuki kis 4 éves kislányal, Mirivel ismerkedhetünk meg az animében, aki azért volt szerintem mindenki számára szimpatikus, mert tényleg gyerek volt. Sokszor előfordul, hogy az animékben szereplő gyerekek olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, ami igazából egy kiforrott személyiségre mondható el, tehát nem karakterhű a gyerek ábrázolás. Viszont itt nagyon az volt. Egyébként még a Spy filmben Anya sem volt teljesen karakterhű, hiszen pont ami miatt hallotta ugye az embereknek a belső hangját, emiatt ő túlságosan számító és túlságosan ravasz volt egy 6 éves kislányhoz képest. Itt viszont a 4 éves Miri teljesen karakterhű, ő nem is gyanít semmit abból, hogy mi zajlik a háttérben. Ő tulajdonképpen szegényként az elszenvedője, tudattalanul is annak, ami vele történik, ugyanis apukája meghal, anyukája elhagyja,
és kettő férfi fogja őt felnevelni. Az animében láthatjátok, milyen körülmények között és miért, akik ugye alapvetően hát eléggé véres munkát végeznek, viszont valahogy ez háttérbe szorul az életükben, amikor felmerül a gyereknevelés problematikája, és már sokkal jobban foglalkoznak azzal mondjuk, hogy milyen ruhákat vegyenek a kislánynak járosság óvodába, sem mint azzal, hogy őnekik meglegyen a mindennapi betevőjük, ugye hát a bérgyilkos munka által. És valahogy ők maguk is nehezen tudják ezt a kettőt összeegyeztetni, ami egyébként súlyos válsághoz is vezet a karakterek életében. Ami egyébként nagyon egyszerű volt ebben az animében, hogy minden karakternek van egy elég mély sebe, amit hordoz. És mindenki a saját státusza és életkora szerint reagálja le ezeket. Ott van már Miri, akit említettem, elhagyta anyukája, ő még ezt nem érti meg, valószínűleg a későbbiekben fog neki nagyobb fájdalmat jelenteni. De ott van például Kazuki, aki úgy gondolja, hogy felelős a felesége haláláért. Vagy ott van Rei, aki egy elég durva maffia szövetkezet fejének a fia. És emiatt olyan neveltetésben részesült, hogy ő soha nem kapott igazi apát. De mégis, akárhonnan is érkezzen valaki, a legfontosabb érték ebben az animében a kötődés, a család és a szeretet, ami egyébként szerintem a number one-ná tette ezt az animét ebben a szezonban. És tényleg. És végül, de nem utolsó sorban, folytatódott még ebben az évben a Kyoko Suiri második évadja is, ami lehet, hogy annyira sokat nem mond nektek, ez az Inspector. Ugye itt alapvetően arról van szó, hogy van egy lány, akinek az a különleges képessége, hogy tud érintkezni az Ayakashik, a jókájok és a bakemonoknak a világával, és az ő feladata az, hogy fenntartja az egyensúlyt a túlvilág és az emberek világa között, hogy ne keresztezzék egymást, és hát ennek érdekében ugye mindig ilyen rejtélyeket old meg, de nem akárhogy, hanem sokszor úgy ad magyarázatot természetfeletti jelenségekre, hogy kitalál egy olyan történetet, ami azt igazolja, hogy hát ebben a dologban nem volt semmi természetfeletti, ez akár a hétköznapokban is megtörténhetett volna. Tehát tulajdonképpen úgy demitologizál Iwanaga Kotori, a főszereplőnk, különböző eseteket, hogy ő maga hisz a túlvilágba, sőt megvarul a bizonyosodva, hogy létezik, hiszen látja az Ayakashikat, de mégis az egyensúly fenntartása érdekében akarja elhitetni az emberekkel, a társadalommal, hogy ezek a lények tulajdonképpen nem léteznek. Persze, most főleg a második évadban akadtak olyan karakterek, akik ugye tudnak erről, és emiatt talán Inagawának, mint már nem tudom, belekavarodok a nevébe, nehezebb dolga akadt, de nagyon izgalmas történetekkel találkozhatunk itt a feleséggyilkolás, a hűtlenség, a családi viszályok, tehát ez mind-mind benne van ebben az animében, viszont azt sajnáltam, hogy főszereplő párosunknak a kapcsolata valahogy így nem alakult az animében, tehát teljes mértékben háttérbe szorult, enyhe utalások, perverzebb beszólások a lány részéről voltak, és természetesen a fiút is úgy ismertük meg, aki hát eléggé elzárkózik ettől a kapcsolattól, aki látta az első évadot, azt tudja, hogy volt neki egy nagy szerelme, aki miután őt elhagyta, hát már nem igazán, a forró szerelmi láng hajtja őt, úgy, hogy ebben az animében sem, de nagyon érdekes, hogy egyébként soha nem tiltakozik, amikor esetleg Inagawa olyan dolgokat kifecseg, ami hát eléggé a hálószobába való lenne, megmondom őszintén. Amúgy nem Inagawa, hanem Iwanaga. Viszont ez, hogy ez az együtt gondolkodás, az alternatívák, ez így annyira jó benne volt az animében, tehát hogy te is így alkotod a történetet, és így már kíváncsi vagy, hogy hova fog ez kifutni, amit Kotori ki fog agyalni, szóval ebből a szempontból is nagyon izgalmas volt, és hát ezt néztem meg ebben a szezonban legutoljára, már csak azért is, mert a fordítása ennek jött ki a legkésőbb, de attól függetlenül hát ez is nagyon nagy élmény volt számomra, úgyhogy remélem, hogy lesz még harmadik évad is, illetve hogy minél többen meg fogják ezt az animét is nézni. Kettő anime van, amiről nem beszéltem, de a szezon elején elkezdtem, ez az Ayakashi Triangle, illetve a Kubo-san wa Mobou Yurusanai, mégpedig azért nem beszéltem róluk, mert mind a kettő animének a sugárzása a szezon felénél félbe maradt, elvileg a koronavírus miatt, mások azt mondják, hogy anyagi nehézségek, túlterhelt a stúdió, minden, úgyhogy igazából minden is közre játszik, hát reméljük, hogy majd most a tavaszi szezonban fogják ezeket folytatni, illetve hát azt hiszem a Kubo-sant fogják, az Ayakashi Triangle-t pedig majd a nyári szezonban fejezik be, úgyhogy majd akkor fogok róluk beszélni, de egyébként az első hat rész alapján ezek az animék is nagyon tetszettek nekem. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kis ajánlás, ez a kis szezon értékelő, nézzetek meg sok jó animét belőle, és természetesen már elkezdődött az új tavaszi szezon is, úgyhogy abból is szemezgessetek, hamarosan jelentkezem majd azzal is egy ajánló videóval. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve amíg nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor egy subscribe-ot nyomtok, értesítéseket megkaphatjátok, ha kis csengő ikonjára is rámentek, én kedvenc szenszei voltam. Ne felejtjétek, továbbra is szemmel tartom az animéket és titeket is. Yoroshiku onegai shimasu! Sziasztok!